vagyok. Én fogom megtartani az utolsó előadást. Egy elég érdekes témát hoztam, ami nem biztos, hogy ennek a közönségnek ez most egy nagyon jó téma lesz, de fogjátok fel úgy, hogyha ha valakinek el kéne magyarázatok, vagy kaptok egy ilyen kérdést, hogy melyik Linuxot válasszam, akkor én általában mit szoktam nekik mondani, és hogy hogyan induljunk el. Először is, mi az a Linux? Tehát itt szokott lenni megint csak egy ilyen kis fogalmi zavar. Ezt a Wikipédiáról szedtem ezt a mondatot, tehát maga a Linux az gyakorlatilag egy rendszermagot jelent. Ez nem egy kész programcsomag, amit a felhasználók tudnak használni, ez csak önmagában maga egy rendszermag. Úgyhogy amikor valaki Linuxot használ, akkor igazából valami olyan valamit használ, ami alatt egy Linux rendszermag van, és ez azért manapság elég sok mindenben szerepel. Amit valójában az emberek használnak, azok Linux disztribúciók. Szintén a Wikipedia szerint ez egy olyan összeállítás, amely mindenféle programokat és egy rendszermagot tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy ha nagyon szakszerűen szeretnék a témához közeledni, akkor azt mondanám, hogy ezek ilyen GNU per Linux alapú rendszerek. Ugye maga a GNU az egy olyan programcsomag, egy ilyen szabad programcsomag, ami elindult valamikor így a 80-as évek közepén a fejlesztése. Nagyon sok mindent megcsináltak benne, egy valamit nem, magát a rendszermagot, és a Linux az viszont egy rendszermag, tehát a kettőt, ha összerakjuk, akkor nagyjából kész is van az, amit föl tudunk telepíteni egy számítógépre, és ezáltal a számítógép használható lesz arra a célra, amit szeretnénk. Na de melyiket választjuk? Ugye a Linux disztribúcióban rengeteg van. Megnéztem a distrovacs.com oldalon, ahol felsorolnak többé-kevésbé minden Linux disztribúciót. Jól emlékszem, 292 darab volt. Hát most én kezdőként melyiket választam? Emlékszem, amikor én elkezdtem Linuxot használni, akkor nekem is ez problémát okozott, hogy melyiket használjam, és voltak nekem is olyan próbálkozások, amik így utólag látom, hogy nem sok értelme volt, de akkor azt ajánlották, és akkor jó ötletnek tűnt. De mi alapján lehet egyáltalán ezek közül választani? Ugye ami a különbség ezek között a disztribúciók között, hogy mindegyik valamilyen speciális feladatban nagyon jó. Tehát azt, hogy melyik a legjobb ezek közül, azt így elég nehéz lenne megmondani. De mindegyiknek van előnye, van hátránya, vannak olyan területek, amelyeken jobb használni valamelyiket, mint a másikat, vannak egyéb területek, ahol viszont pont fordítva van a dolog. Megpróbáltam összeszedni pár dolgot, hogy mi az, ami alapján esetleg így dönteni lehetne. Tehát például milyen számítógépen fogjuk használni. Ez egy fontos dolog. Ez most egy asztali gép lesz, egy valami hordozható eszköz, egy kiszolgáló, egy beágzott rendszerként fog futni ez a disztró. Úgyhogy ez már kapásból rengeteg mindent le fog szűrni abból a 200-300-as listából. Akkor milyen erőforrások vannak ebbe a gépbe? Mennyire régi ez a gép? Mennyi CPU, RAM, HDD, stb. Van benne? Igen, a stb. Direkt van nagybetűvel írva, hát valakit megkavarok vele. Ugye, ezeket mi összefoglalóan úgy hívjuk, hogy HBR, vagyis három betűs rövidítés, és ebből van jó pár. De fontos, hogy ki fogja használni ezt a rendszert. Magánszemély használja, vagy cég használja, vagy valami önkormányzat, vagy alapítvány, vagy hol. Ugye ez azért fontos, mert általában egy céges használatnál ott, ha a rendszer valamiért nem működik, azzal akár elég komoly bevételkiesés is előfordulhat. Tehát valószínűleg céges környezetben nem megengedhető egy olyan disztribúció használata, ami nem annyira stabil, míg mondjuk egy magánszemélynél lehet, hogy szeret vele kísérletezni, játszadozni vele, vagy esetleg nem annyira nagy tragédia, hogyha most éppen nem működik addig a gép, amíg a szomszéd Pistike átjön és megjavítja. Akkor mire fogják használni ezt? Rengeteg olyan disztribúció van, amelyik direkt valamilyen speciális dologra van kihegyezve.
Vannak olyanok, amelyeket kifejezetten játékra találtak ki. Vannak olyanok, amelyeket kifejezetten arra, hogy mindenféle médiatartalmakat játszanak le. Kifejezetten tervezéshez, üzemeltetéshez, mindenféle behatolásteszteléshez. Tehát van egy csomó olyan dolog, ami ilyen speciális feladatra van. Illetve ami még fontos, hogy aki használni fogja ezt, ő milyen nyelven szeretné a felületet látni. Ha csak a magyar érti, akkor nem biztos, hogy egy angol kezelőfelületű szoftver a legjobb választás lesz neki. Ez megint csak szűkíti a listát. És hogyha ezeken a pontokon így végigmegyünk, akkor szerintem mire a végére érünk, addig a nagyjából néhány disztribúció fog maradni abból a 300-ból, és akkor így már sokkal könnyebb lesz eldönteni, hogy melyik lesz számára jó. És amiért ezt az előadást hoztam most nektek, az pedig azért van, mert pont a egy-két héttel ezelőtt lepődtem meg azon nagyon, hogy valaki ránézett a monitoromra, és megkérdezte, hogy jé, te is Kali Linuxot használsz? Mondom, nem. Ez nem Kali Linux. De hát ez az, hát nekem is ilyen van. És akkor esett le nekem, hogy igazából a felhasználó nem disztribúciót fog választani, hanem valamilyen grafikus környezetet. Tehát lehet, hogy ez lesz inkább a fő választási szempont, hogy azon az adott rendszeren milyen grafikus környezet fut. Ugyanis, ha most én belegondolok, hogy felhasználóként, tehát tényleg felhasználóként használom a gépet, és nem szeretném buherálni, nem szeretném telepítgetni, beállítani, ezt már megcsinálta nekem valaki hozzáértő, akkor, ha mondjuk a GNOME felületet szeretném használni, igazából teljesen mindegy, hogy egy Ubuntu GNOME-ot, egy Kali Linuxot, egy Fedorát, vagy valami, bármit, ami GNOME-ot tud futtatni, hogy most ezek közül melyiket használom. Teljesen mindegy, ugyanúgy fog kinézni, ugyanazok a programok vannak benne, és ugyanúgy fogom tudni használni. És lehet, hogy nem is tudom, hogy pontosan mi van alatta. Úgyhogy, ha ezekkel így végigmegyünk, akkor azt mondhatom, hogy vannak olyan Linuxok, amelyek bizonyos gépekre vannak, vannak, amelyek bizonyos erőforrásokhoz lehet választani, van olyan Linux, amelyik attól függ, hogy magánszemély vállalkozás használja, van olyan Linux, amelyik bizonyos feladatokra van, van, amelyik nyelvekben erős, van, amelyik az asztali környezetekben jó, és majd a végén fog mutatni olyan Linuxot, ami nem is az. Néhány linket összeszedtem, hogyha valaki szeretne elindulni ezekben a fogalmakban, akkor nagyjából innen érdemes indulni, illetve az ezekről kifelé mutató hivatkozásokat érdemes végigolvasni. Tehát ez nagyjából ilyen kályhaként funkcionál, ezeket érdemes először megnézni, és utána a szócikk adja magát, hogy mik azok, amikből innen tovább lehet menni. Azért ezeket választottam, mert ezekből elindulva tényleg szerintem feltérképezhető az egész dolog, úgyhogy ezeket mindenképpen nézni, mert érdekel a dolog. És akkor hoztam néhány képet, hogy azért lássuk azt, hogy a felhasználónak mi az a Linux, mert ő általában azt látja, amit lát a monitoron, és ami a motorháztető alatt van, az őt vagy nem érdekli, vagy nem érti meg, vagy egyszerűen nem foglalkozik vele. Vagy nem látja. Például most grafikus felületeket fogok hozni, és ugye elmondom, hogy nagyjából mikor javasolnám ezt, és kinek javasolnám. Azért a GNOME-ot raktam a legelejére, mert tudomásom szerint a GNOME az a felület, amelynek a honosítása teljes egészében elkészült. A többit azt nem vagyok benne biztos, hogy mindegyik 100%-os lenne, de ezt tudom, mert ennek a fordításában én is benne vagyok, és ezt megcsináltuk. Úgyhogy alapvetően, hogyha én most egy teljesen kezdőnek javasolnék egy valamilyen Linux disztribúciót, akkor én valószínűleg a GNOME-os felületet javasolnám, pont azért, mert ez le van fordítva magyarra. És ha elakad benne, akkor legalább magyarul tudja olvasni, és azért én bízom annyira a felhasználókban, hogy alapdolgokat meg tud oldani, hogyha az ki van írva magyarul. Nem mindenki, de a nagy többség ezt így meg tudja oldani. Alapvetően maga a felület viszonylag egyszerűen használható, gyakran használt alkalmazások, és szerintem aki egy Windows tud használni, elég gyorsan át lehet erre is szokni. KDE-t hoztam következő példának, szintén sokan használják. Egyébként a felületeknek a választásában nagyon segített
a HUB-nak ez a kedvenc asztali környezet szavazás, ott néztem meg, hogy nagyjából milyen arányban használják ezeket a felületeket. A KD-t elég sokan használják, legalábbis a szavazás szerint. Én próbáltam, nekem ez annyira nem jött be, tehát én ezt valószínűleg ezért nem javasolnám, illetve bizonyos dolgok eléggé nem magyarok benne. Tehát ez tényleg ez a humblis kategória, hogy fele angol, fele magyar, és mondjuk így az ablakokon belül is. Tehát nem csak úgy, hogy bizonyos programok le vannak fordítva, bizonyos programok nem, hanem úgy nagyjából minden félig angol, félig magyar, amennyire én néztem, és szerintem ez így eléggé megtévesztő tud lenni egy olyan felhasználónak, aki nem nagyon tud angolul. Egyébként akkor javasolnék KD-t, ha mondjuk mindenképpen ő egy olyan valaki, akinek ezt javaslom, aki nagyon vaskalapos és nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy legyen neki valami menüje itt lent, legyen ott lent egy óra, azok ott legyenek, és pont nagyjából hasonlóan nézzenek ki, mint ahogy eddig használta. Jó, következő a Unity, ami igazából azért tettem ide bele, mert nagyon sokan, akik használtak Ubuntu-t, azok ezt a felületet látták, de ez a felület, ez most már nem annyira életképes. Támogatás még megvan rá, tehát 2021-ig ez egy támogatott felület lesz biztosan, úgyhogy aki nem szeretne barkácsolni, még ezt is lehet neki javasolni, hiszen még csak 2017-et írunk, tehát még van neki 4 éve, és lehet, hogy 4 év alatt úgyis le fogja cserélni a számítógépét is, tehát nem csak a szoftvert, hanem magát a hardvert is. Tehát attól még, hogy nem fejlesztik, attól még ez is egy használható dolog. Nagyjából hasonló a GNOME Shell-hez az elrendezése. Igazából nekem ezzel az a problémám, hogy amikor megvan nyitva mondjuk táblázatból sok, akkor itt mutatja, hogy hány darab van nyitva. De csak azt mutatja, hogy egy vagy több. Az, hogy most 4 vagy 5. Azt mutatja, hogy 1, 2, 3 vagy több. A 3 és a több az úgy jól néz ki. És amikor rábökök, akkor kirakja a kis előnézeti képeket, ami táblázatoknál tök jó, mert mindegy forma. Úgyhogy... Jó, de az egér. Nem biztos, hogy nekem kell az egér. Úgyhogy ez a felület, ez gyakorlatilag már halálra van ítélve. Hogyha frissíti a rendszerét, akkor valószínűleg a egy év múlva megjelenő, tehát a 18.04-esbe ez automatikusan le is fog cserélődni. Tehát ha már egyszer megküzdök a felhasználó, hogy valamiről váltson, akkor nem biztos, hogy ezt egy év után még egyszer meg szeretném tenni. Viszont ez tovább hűtőespódulni? De. Tehát akkor igazából ez is Nem biztos, hogy tovább fog élni. Tehát attól még, hogy nyílt forrású és a közösség is felakarolta, attól még úgy járhat, mint mondjuk egy Firefox OS, ami szintén tovább viszi a közösség. Csak hát... Nem tudom. Egy ilyen operációs azért az nyújtató okkára. Nem kell hardware-en, tehát biztos az persze a disztribúció, ami tovább viszi, hogy a Unity. Igen, tehát ugye az volt a hozzászólás, hogy lehet, hogy tovább viszik ezt a rendszert, viszont szerintem a Unity az egyik legjobban szidott rendszer, tehát, illetve felület. Tehát, ez azt jelenti, hogy ha tovább is viszik, szerintem páran örülnek annak, hogy ezt nem a mainstreambe megy, hanem csak valami kis mellékágon. Jó, következő példám ez a Mate, ami... Igazából akkor javasolnám ezt a felületet, hogyha tudom azt, hogy az a számítógép, amit fel kell telepíteni, az hardveresen nem olyan nagyon jó, mert ha jól tudom, ehhez nem kell egyáltalán 3D gyorsítás, tehát ez sima szoftveres rendelésben is normálisan működik. 1 gigarammal már tűrhetően használható, csak ugye figyelni kell arra, hogy mire használjuk, mert ha mondjuk fel akarok menni vele a Facebookra, akkor oda a 4 gigram is kevés a mostani csodás JavaScript-es csiribirik mellett. Tehát, hogyha egyszerű dolgokra akarom használni, akkor nem a felület lesz a korlátozó tényező, és ugyanakkor hozza azt a régi klasszikus felületet, amit nagyon sokáig megszoktunk a különböző Linux disztribúcióknál, és kis erőforrás igénye miatt tudnám ezt javasolni
olyan gépekre, amelyekben nincsen túl sok RAM. Jó, következő felület az a Cinnamon, ami szintén egy ilyen teljesen jól használható felület. Nagyon hasonlít szintén a más rendszerekre, amit esetleg a felhasználók megszoktak. Elrendezése nagyjából hasonló, tehát szerintem aki egy másik rendszerről vált, ami nem egy Linuxos rendszer, akkor ennek a használatát biztos, hogy nagyon egyszerűen meg tudja tanulni. Linux Mint alapból ezzel a felülettel jön, tehát hogyha Cinnamont javasolnék neki, akkor valószínűleg egy Linux Mintet tolnék alá, mert ott készen van, működik, és nem lesz vele semmilyen probléma. Persze ennek is van előforrás igénye, de azért újabb gépeknél ezek nem jelentenek problémát. Tehát mondjuk az elmúlt két évben vett számítógépeken minden felület gyönyörű szépen működik, olyan 4 GB alatt már nem igazán szoktunk számítógépeket összerakni, vagy venni. Ezeken teljesen jók ezek a felületek. Hoztam egy példának ezt az XFCE-t, mert nagyon sokan mondják, hogy ez a tuti felület és nekik ez tetszik. Nekem ez egy kicsit fapados. Valószínűleg a megjelenés miatt tartom annak, tehát ez tényleg ilyen több 5-10 éves technológiának tűnik egy első ránézésre. Ugyanakkor ez is kis erőforrás igényű, tehát sokan használják ezt a felületet. Ahol én láttam, hogy használják, azok általában olyan gépek voltak, amelyek alapvetően szerverként üzemelnek, de valamiért került rá egy grafikus felület. És ott általában ezt szokták feltenni. Tehát, hogy ha már van rajta grafikus felület, ha már legyen rajta valami, akkor valami nagyon kis egyszerű legyen, de ugyanakkor a gépet főleg grafikus felület nélkül használják. Megvan ebbe is minden, amire szükség van egy az átlag munkához, tehát ezt is lehet javasolni. És akkor ilyen nagyon fapad felületek, ugye a Tiny Core-nak a csodás felülete. Most jelent meg ebből az új verzió. Hízik már nagyon a rendszer, már 10 megát átlépte, úgyhogy addig volt jó, amíg csak ilyen 6 megás volt, de ez teljesen jól működik. Mostani gépeken ezt én kipróbáltam úgy, hogy felraktam rendesen, tehát nem virtuális gépen meg ilyen mindenféle trükkel, hanem fogtam egy mostani gépet, rendesen felraktam a Tiny Core-t. Amikor bekapcsolom a gépet, akkor amíg eljutok addig, hogy a BIOS átadja a vezérlést annak a disznek, amiről majd a rendszer betölt, az körülbelül 3-4-szer annyi ideig tart ez az idő, mint magának a rendszernek a betöltése. Tehát így, ahogy bevillan az, hogy megkapja a diszk a jelet, hogy akkor betöltheted a rendszert, már ott van és be van töltve. Ez így, ami itt van. Ugye összesen 10 megáról beszélünk, ezt a memóriába berántja, onnantól kezdve memóriába fut, tehát ez piszok gyors tud lenni. Nagyon jó ez a rendszer, azért, mert magát a fájrendszert csak olvashatóan csatolja, tehát ez tipikusan jó olyan helyen, ahol biztos vagyok benne, hogy megpróbálják majd tönkretenni a rendszert, mert olyan viccesek az emberek. Itt egyszerűen csak reszetelni kell a gépet, és minden visszaáll úgy, ahogy van. És akkor hoztam egy-két olyan példát, hogy ha valakit még ezek után sem tudtam meggyőzni, akkor ezeket testre is lehet szabni. Bocsi, egy másik alkalomra maradni ilyen szendvicsre. Tehát, hogy azok a felületek, amiket eddig mutattam, azok mind-mind alaptelepítések voltak, ahogy éppen a disztribúció alaptelepítésében szerepel, de minimális barkácsolással meg lehet csinálni, hogy például így nézzen ki. És hogyha valaki egy hozzá nem értő erre ránéz, akkor akár még azt is el lehet vele hitetni, hogy ő továbbra is azt a rendszert használja, amit hisz, hogy használ, pedig valójában a háttérben nem az van. Ki kell cserélni egy-két ikont, és a kegyelemdöfést általában a háttér szokta megadni. Tehát ha az a helyén van, akkor ez ugyanaz a rendszer. Jó? Ez tapasztalat. Persze ez már megint csak egy régi rendszer, úgyhogy általában ez az, amit mostanában felhasználók szeretnek. Szintén egy Linuxos ablakkezelőről beszélünk, ami megfelelően meg van csinálva. Nagyjából hasonló a látvány. Ez nagyon jó akkor, hogyha valaki például még soha nem használt Windows 10-et, de látta, hogy másnak ilyen van,
és mondjuk egy korábbi Windowsról vált erre. És ő azt hiszi, hogy Windowsra váltott, közben nem. Tehát, hogy ha már be lehet csapni, akkor az a jó megoldás, hogyha egy korábbi verzióról vált, és azt mondjuk, hogy ez az új verzió, tehát már így néz ki, és el fogja fogadni. Jó, de van, akinek nem a Windows tetszik, hanem esetleg valamilyen Macintos világból érkezik, szintén meg lehet oldani, hogy valamilyen Linuxos ablakkezelővel ugyanezt a hatást lehet kelteni, és akkor már is tudja használni a felületet úgy, ahogy szeretné. El lehet hitetni szintén valakivel, hogy egy Mac-et használ, bár mondjuk ha ránézzük a képre, azért egyértelmű, hogy az nem az, de pusztán a képernyőből ez így elég nehezen eldönthető. És akkor, amire mondtam, hogy mutatok olyan Linuxot, ami nem is az, hogyha figyeltetek az elején, akkor azt mondtam, hogy a Linux az csak egy rendszermag, és a Debiannak van olyan változata, ahol a Linux rendszermagot kicserélték másra. Tehát ez a Debian nem Linux, semmi köze hozzá. És sok emberben a Debian az azt jelenti, hogy az egy Linux, pedig amit itt látunk, ennek semmi köze nincsen a Linuxhoz. Érdemes megnézni ezt a Debian GNU változatot. Működik, használható, ugyanúgy néz ki, ugyanúgy lehet használni, csak kicsit más mint a motorháztető alatt. Na és akkor ugye nagy kérdés az előadásnak, hogy akkor most melyik a legjobb? Ugye ebből látszik, hogy a legjobb az azt jelenti, hogy nekem a legmegfelelőbb. Tehát én tudok javasolni olyat, ami nekem a legmegfelelőbb, de mondjuk, hogyha a felhasználó egy picit elbeszélgetünk, és megkérdezgetjük ezeket a dolgokat, amiket ott a előadás elején elmondtam, akkor nagyjából ki lehet következtetni, hogy neki melyik lesz a legmegfelelőbb. És sok esetben neki nem az a legjobb, ami nekem a legjobb, és éppen ezért fontos az, hogy ne úgy tekintsünk egy disztribúcióra, arra a disztribúcióra, amit te használsz, hogy az a legjobb disztribúció, és az összes többi az nem jó, és mindenki más ördögtől való, aki más használ, hanem mindenképpen érdemes a többi disztribúciót is megismerni, azért, hogy tudjál javasolni alternatívákat. És ezeket kell itt szépen sorba venni. A végére hagytam néhány fontos dolgot, például mihez érhető el tananyag, dokumentáció. Ez megint csak saját tapasztalat. Mutattam valakinek egy szoftvert, nem tudta használni. Megmutattam neki, hogy figyelj, egyébként a géphez létezik egy ingyenes könyv. Megmutattam neki a könyvet, 5 perc múlva visszahívott, hogy akkor telepítsen már föl neki azt a scriptet, amit a könyv ír, mert látott egy tök jó funkciót benne, és hogy ezt szeretné használni. És így néztem, hogy milyen scriptet, még sosem hallottam róla. És akkor elolvastam a könyvbe azt egy mondatot, hogy tényleg van egy ilyen kiegészítő, amit be kell rakni egy adott mappába, újraindítom a gimpet, és akkor már lesz benne egy plusz menüpont. És tudta használni. Anélkül, hogy én sem tudtam használni. Tehát tőlem kérdeztek, hogy működik, mondta, fogalmam sincs, olvasd a könyvet, ott van előtted. És elolvasta, és tudja használni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Illetve ez a kettő, amit ide írtam, hogy alapvetően én is olyan dolgot fog javasolni másoknak, amit én használok, mert abban tudok segíteni. Ha most valaki belekérdez abból, hogy a KDE-be hogy lehet beállítani, sose használtam, fogalmam sincs, hogy lehet beállítani. Ha belekérdez valaki az Ubuntu GNOME-ba, hogy hogyan kell a GNOME-on belül, azt meg tudom neki mondani, akár még telefonon keresztül is, úgy, hogy éppen nem vagyok gépnél, mert ismerem a rendszert. És ezért fontos, hogy olyat javasoljunk, amit mások használ, amit te is használsz, mert valószínűleg te fogsz neki segíteni. És ha van kihez fordulni, akkor sokkal nyugodtabban fogja használni azt a rendszert, mintha bedobod a mély vízbe, hogy oké, telepítsd fel ezt, mert neked ezt tetszik, de hát akkor old meg, mert én nem tudok benne segíteni. Jó, és amit én még szoktam csinálni a felhasználókkal, hogy egy picit mindig valamennyire testre szabom a rendszert, minimálisan, de ilyen apróságokat azért bele szoktam tenni, de legtöbbször mondjuk ezt megkérdezem, hogy mit szólnál hozzá, hogyha ez így lenne. És akkor azt mondja, hogy hát nem tudom, nézzük meg. Megnézzük, és akkor tetszik neki. És akkor látja azt, hogy ezeket mennyire test lehet szabni, és egy idő után
meg fogja érteni azt, hogy, hogy nem kell mindig az alap telepítéshez ragaszkodni, meg az alapértelmezett dolgokhoz, hanem nyugodtan át lehet állítani a dolgokat, és ezzel lehet elindítani abba az irányba, hogy merje megnyomni azt a gombot, és nézze meg, hogy mi történik, hogyha átállítja. Úgyhogy én ennyit szerettem volna, nem tudom, esetleg kérdések vannak-e. Igen? Egyes, szóval létrejöttek ezek a különböző ablakkezelő rendszerek, mint például GNOME, meg KDE, meg egyébek, és akkor egyes csapatok miért francnak csinálják ezeket? Tehát, hogy úgy tűnik számomra, hogy sokkal jobb lenne az egész emberiség számára, hogyha mindenki összejönne, és egyet fejlesztene, kevésbé lenne bugos, több feature lenne benne, stb. És akkor, hát ennek ellenére, hát nem tudom, de így azt tudom titkálni, hogy vannak olyan emberek, tehát konkrétan mondjuk KDS-ek, azok azért csinálják KDS-et, mert hát csak, mert szeretnék különnek lenni a GNOME-tól. Jó, tehát az volt a kérdés, hogy miért van az, hogy ennyiféle ablakkezelő van, miért nem csinálunk egy ablakkezelőt, miért kell szétforgácsolni az erőforrásokat, és miért nem lehetne inkább csinálni egy jót, ahelyett, hogy van sok-sok zavaros ablakkezelő. Hát ugye egyrészt maga a nyílt forráskód az nagyjából erről szól, hogy ha valami nem tetszik, akkor vagy kijavítod, vagy hogyha nem tudsz beküldeni patcheket, akkor csinálsz magadnak egy sajátot. De egyébként, ha megnézitek, akkor ez nem csak a szoftvereknél van így, hanem nagyjából mindenhol így van. Például miért nem járnak egyforma autók az utakon? Ha bemegyek a boltba, miért nem csak egyféle kenyeret tudok venni? És veszik a többit is, és sokféle autó jár az utakon, tehát ezeket is veszik, mint ahogy az ablakkezelőknél is így van, hogy ezeket az emberek használják. Van, akinek ez tetszik, van, akinek azt tetszik. Én nem tartanám jó ötletnek azt, hogyha egyféle lenne. Vannak olyan rendszerek, ahol egyféle ablakkezelő van, és mindenki azt használja. Az ilyen autó meg kenyér választásnál az a probléma, hogy az emberek nem tudják, hogy mit akarnak. Azt választják, amit a marketing és egy odapolnak a pofán. Megválaszolta a kérdésedet. Jó, és akkor ezek az open source-osok, akik, hát tudod, open source az valószínűleg valami ilyesmi szellemből indul ki, hogy önzetlenek vagyunk, és így az emberiséget segítjük, stb. De ennek ellenére az, hogy mindenki saját szoftverek fejleszt, annak ellenére, hogy már van, az pont ezzel szemben megy. Hibásak a premisszáid. Egyébként ez a helyzet. Tehát, hogy jó, nem azért fejleszt semmi szoftvert, hogy a világnak jobb legyen. Nekem van egy művöm, amit én szeretnék megoldani, és én megoldom magamnak. Tehát senki nem emberbaráti szeretetből fejleszt szoftvert, legalábbis én nem ismerek ilyen ember. Lehet, hogy van ilyen, nem tudom. Nem volt szívem. Tehát. Egyébként meg ugye itt a kérdésben benne volt egy ilyen is, hogy a marketingesek, amit kiraknak, azt használják az emberek. Én meg vagyok győződve arról, hogy a szabad szoftvereknek, Linuxnak, meg az összes ilyen nyílt forrású dolognak, ami mögött nincsen olyan nagy cég, aki profitorientáltan csinálna a dolgokat, a marketing az egyetlen nagy hátránya. Hogyha ezek ugyanúgy meg lennének marketingelve, mint azok a szoftverek, amik mögött ott áll a nagyon tőkeerős vállalat, akkor ezek ugyanolyan jók, sőt, még jobbak is, mint azok, csak az emberek nem ismerik ezeket. Amit tehetünk azért, hogy ez változzon, az, hogy beszélünk róla, mondjuk a véleményünket róla, bemutatjuk másoknak, hogy működik. Tehát mi meg tudjuk csinálni ezt a marketinget, illetve amikor megjelent a GNOME-ból a legújabb verzió, és ez kikerült mindenféle hírportálokra, akkor valamelyik hozzászóló odaírta, hogy hú, ez nagyon jó összefoglaló volt, miért nem írtok ilyet KDR-re is? Mert nem használja senki abból a közösségből, akik ezeket a cikkeket írják. És az, hogy ezek a hírportálokon ezek megjelentek, ez azért volt, mert én vettem a fáradtságot, és ez nekem általában fél évente egy napomba kerül, hogy lefordítom a kiadási megjegyzéseket, és az elérhető magyarul. Az emberek tudnak róla. Ezt megcsinálhatná bárki, bármelyik ablakkezelővel, csak nem teszik meg. És én azért ezt használom, mert azért ezt
fordítottam le, mert számomra ez a problémámat megoldja, tehát ezt fogom marketingelni. Igen? A grafikus rendszerek között a applikációk átjárása az nagyon működik. Tehát ami kármilyenhez fut... Ugye az volt a kérdés, hogy mennyire működik az, hogy például ezek a asztali környezetek nem csak felületet adnak, hanem alapértelmezett programokat is. Mi van akkor, hogyha én mondjuk az egyik asztali környezetet szeretném használni, de a másiknak a programjával. Ezek mennyire működőképesek? Alapvetően működőképesek, csak a probléma az, hogy általában ezeknek a grafikus programoknak függőségei vannak a grafikus felülettől. Tehát például, hogyha mondjuk én KDE-t használok és fel akarok rakni egy KDS programot, akkor lehet, hogy csak néhány megabájtnyi csomagot kell leszednem a tárolóból. Hogyha GNOME-ot használok és ugyanazt a KDS csomagot szeretném használni, akkor lehet, hogy néhány száz megabájtnyi csomagot kell felraknom a tárolóból, mert magával rántja a csomag a különböző függőségei, utána működni fog. Valószínűleg nem ugyanúgy fog kinézni, mint a többi programom, tehát az ablak egy picit máshogy fog kinézni, de működik. Igazából például mondjuk az Ubuntu-kat, az nagyon sok statisztika egynek veszi, tehát nem különbözteti meg, hogy most Ubuntu, GNOME, Lubuntu, Xubuntu, akármilyen Ubuntu, hanem ő azt úgy veszi, hogy az egy Ubuntu, és például az egyik fajta Ubuntu-ra föl tud tenni a másik fajta asztali környezetet, és akkor induláskor tudok választani, melyik induljon. Ezt én egyszer kipróbáltam, hát soha többet, és senkinek nem javaslom, hogy ilyeneket csináljon, mert amikor felrakjátok a másik asztali környezetet, akkor gyakorlatilag minden programodat megduplázza. Tehát lesz hirtelen két darab szövegszerkesztőt, két darab számológépet, két darab jegyzettömböt, és tele leszel olyan alkalmazásokkal, amire nincs szükség. Tehát működik, de nem biztos a legjobb választás. Jó, ott volt még kérdés. Igen. A gondolatok a Windows-os asztali környezetek, az mivel voltak megcsinálva? Azt nem tudod. Talán Cinnamonnal voltak ezek megcsinálva, én Cinnamonnal csináltam egyszer olyat, ami tényleg úgy nézett ki, tehát hasonlóan nézett ki, mint ez, és nem tudta az átlag felhasználó megkülönböztetni. És ezeket még csinálni, hogy lehet tölteni egy témát valahonnan, és akkor... Letöltesz egy targézét, berakod egy mappába, és kész. Mindent megcsinál. A háttere különleket. Kész van. Ez kész van? Kész van, igen. A háttér nincs benne, azt külön le kell szedni, de hát az menni fog. Képkereső a barátod, úgyhogy... Igen, tehát ezek itt kész vannak, minden be van állítva. Simán ezeket a felületeket, illetve témákat le lehet szedni. Ezek gyakorlatilag témák. Van, amelyik picit komplikáltabb, mert tartozik hozzá egyszer egy ablak téma, tartozik hozzá egy ikonkészlet, meg tartozik hozzá egy kurzorkészlet, meg egy... tehát több dologból áll össze, de van, amelyik tényleg egyetlen egy fájlt le kell tölteni, oda rakom is, és működőképes. Lehet megcsinálni rendszer szinten is, meg lehet megcsinálni felhasználó szinten is. Jó, egyéb kérdés? Akkor köszönöm szépen a figyelmet!